escape. Wait, this is sure to be great. To be honest with you, I'm getting bored. Sziasztok! Ezen a héten nyerhettek valamit, és egy pillanat el is fogom mondani, hogy mit, mert ezt a dolgot igazából tesztelni is fogom. Most itt vagyunk a reptéren, és nem egyedül vagyok, mert arra gondoltam, hogy ha már ezt tesztelem, akkor valami jó helyre menjünk el, és hogy mit is lehet nyerni, és kivel megyek ezt tesztelni. Gyere, várjatok! Sziasztok! Itt van Katta, tudod mit tesztelünk? Nem. Mi ez? Ilyet szeretne, nézzétek! Ez egy Fuji Instax, és ilyet szeretném, hogy lehet így selfie módba tenni, meg mindent el fogok róla mesélni, de most van egy gép, amit el kell érnünk, úgyhogy induljunk el Barcelonába! Plaza Catalunya? Nem. Mi ez? Universidad. Plaza Universidad? Nem tudom, hogy miért ilyen keményen kell spanyolul mondani. És mi lóg a Katának a nyakába? Muti? Mi van ott? Lehet vele selfie-zni. Hát most még nagyon nem fogsz tudni, mert valami hiányzik belőle. Papír. Nem WC. Valamit beledugok. Igen, ezt úgy hívják, hogy film. Instax papír. Na, hát meg is érkeztünk Varszába, itt vagyunk a Plaza Catalunyán. Itt a film, és beletöltöm. Agyira durva, nagyon rég csináltam ilyet. Ezt nem sok embernek mondtam el, de én jártam a Momera áthallgatni a közgázról, és a felvételin pont az volt, hogy látták, oké, okay, jól fotózol srác, de most akkor vegyél egy filmes gépet, van 36 kockád, és azzal kezdjél valamit. Itt 10 kockád van, ahol a szín van, ott bele kell kattintani. Egyszerű. És elméletileg most kész is, hogy csináljuk meg az első képet, és nézzük meg, hogy milyen lesz. És az nagyon jó, hogy van itt ez a kis üveg, és látod magad... Jön is ki! Nagyon durva! Nagyon jó játék lett, úgyhogy ha már kiosztuk ide, és itt vagyunk Barcelonában, most induljunk el, kezdődjön egy városnézéses rész. Forstben azt mondják, hogy ez egy legjobb reggeli az egész életében, és azért ez így erős volt, és azt gondolom, hogy basszus, van benne valami, egy olyan egbenediktet teszem, ami nekem az egy kedvenc tojásom. Ilyen lobsterrel, meg ezekkel a kis rákokkal van töltve. Mi a lobster? Benne van töltve alul, most megadok egy ilyen animációt is hozzá, tetején nagyon finom a hollandézmártás, pont úgy van megcsinálva a budjantot belső, hogy kell. Úgyhogy gyertek el ide, a helyi neve, Brunch and Cake, több helyen van Barcelonában. Most a Ramblán megyünk, ez kb. A Váci utcája Barcelonának. Vannak ilyen autentikus szobrok, tudod, adjátok, ezek az ember szobrok. És az azért jó itt menni, mert balra is, meg jobbra is el lehet indulni, és akkor el tudsz menni a régi részébe Barcelonának, a gótikus negyedbe, ahol ilyen papagájok vannak például, hogy röpködnek össze-vissza. Hogyha végig sétáltok a Plaza Catalunyától, egészen le tudtok jutni a partig, ahol a strandrész van. Szerintem majd ott fog befejeződni ez a vlog. Most pedig meg fogunk nézni egy ugyanúgy a gótikus negyedbe, az egyik legrégebbi ilyen katedrálist, ami van. Nézzük meg! Még nem vagyunk ott a templom vagy bármilyen építménynél, mert útközben találtunk egy ilyet. És egy ilyet fogunk enni amúgy, hogy fagyi és gofri kombináció. Amikor megkérdeztem azt, hogy mit javasol inkább, itt gofrit kell lenni, vagy pedig fagyit, akkor azt mondta, hogy gofrit fagyival. Na most már tényleg itt vagyunk, megjöttünk. Azt hiszem egy kis bírollal bemutatom nektek, de mindenféleképpen gyertek el, és hogyha szembeálltok vele, tehát hogyha ezt látjátok, menjetek el jobbra,
a B-rollba be fogom rakni. Van egy nagyon aranyos kis hely ott is, de most kezdjük először, látni fogjátok itt kívül, belül, és aztán a másik hely. Menjünk! Közben kiderült, hogy amúgy ebbe a katedrálisba 7 euróba kerül a belépés, volt pár kép, megnéztük, mi úgy döntöttük, hogy ez annyit nem ér, inkább Szangriára költjük, és igazából most az is lesz a kérdés, hogy merre sétáljunk, és hova kössünk ki az este folyamán egy ilyen kis italozás ilyesmire. És ide jöttünk. Kacsa? Én még erről nem tudtam. Mit akartunk eddig? Szangria. No, hát a hely az Oveja Negra, fekete bárány, szangriát iszunk. Ez nem lesz életünk szangriája, de hát ilyen kultikus hely, talán biztos hallani, és még 1 euróért popcornt is kaphatunk. Link a leírásban. Hú, tegnap lemerült a kamera, de egy nagyon jó kis tapaszos helyre mentünk el, most pedig kb. Fél hét, 7 óra lehet, és miért kelek fel egy nyaraláson ilyen korán? Hát nyilván, hogy... És életem egyik. Azt mondja, hogy legprofibb, de legparább repülésén vagyok túl. Valamiért Barcelonában, pedig egy parkos részen vagyok, folyamatosan eldobja a jelet. Nem egyszerű, nem egyszerű. Valamiért itt olyan durva az interferencia. Para is volt, ti már lehet, hogy lehet. Nem, most fogom majd berakni ezeket a setokat. I'm on a date with the course of my fate. I'm in the same game, they'll force you to race. But only I'm going quarter the pace because I fear that I might trip stumble fall. Most sétálok vissza a Sagrada Familiához, és gondoltam, hogy kipróbálom, mert láttam, hogy van még egy képstabilizátoros funkció. Most egy alap van bent, de már ez is több, mint amit eddig használtam. Most átváltok, és most még átváltottam arra is, kíváncsi vagyok, mennyivel lesz rá ez az IS Video Stabilization. Meglátjuk, hogy milyen, de ahogy most így nézem a képet, amúgy eléggé szépen tartja. Lehet, hogy ezentúl ebbe kell. Szavazzátok meg, hogy az előző volt a jobb, vagy pedig ez. És mindjárt ott a Sagrada Familia, nézzétek! Wait, this is sure to be great, but to be honest with you, I'm getting bored of this place. And lately I've been praying that you... Láttátok, hogy reggel megnéztem a Sagrada Familiát. Közben körülnéztem, kicsit editáltam, dolgoztam, volt meeting, és ugye amikor drónoztam, akkor láttam, hogy a Sagrada Familiáról a másik irányban van valami nagyon-nagyon szép dolog. Csináltam is róla a képet. Hát kiderült, hogy ez egy kórház volt régen. A sima belépő az 14 euró, én úgy gondoltam, hogy én nekem ez sok, ezt nem fizetem ki, úgyhogy elkezdtem körbe menni. Van egy nem olyan szép része egy kórház, viszont ha túlmegyünk rajta, tehát a legtávolabbi pontjához a Sagrada Familiához képest, akkor meg egy egyetem van ott, és most vagyok itt, és eszméletlen szép. Nézzétek meg ezeket a gyönyörű, nem is tudom minek hívják, csempék, festés, eszméletlen szép. Na meg is érkeztünk a Güell Parkba, van egy rész, ami fizetős, van egy, ami nem egyenlőre, megnézzük, hogy milyen a nem fizetős, és később eldöntjük, hogy vegyünk-e egyet. Most egy nagyon jó kis zenét hallgatunk, itt van zenészek, és egy trónba ülök, ott a hárem. Tudott valamit ez a Gaudi? Tudott élni. Jó volt a... Mi-e? Marketing. Jó, hogy középen. Jó, igen. Értem. Tehát én vagyok a legnagyobb fejű. Jó. Na, ezt te komponáltad, milyen lett? Nagyfejű lettem. Nem raktam vissza a napszemcsim fejemre, de még csak alakul. Dolgozom. Most fotó? Kamera. Sort of relate, you got me leaving out precautions I would normally take. Babe, the only face that I'll ever need, chest full of weight, going ape when you're next to me. Change to a heavy beat, the chase got the best of me. Átértünk most a Casa Milába. Most ilyen spurrak török végig ebben a vlogban, de 25 euró a belépő. A csajok azt mondták, hogy inkább ne. Ez a jel pedig a katalán függetlenedésről szól. Tök sok emberen látom ezt a kis kitűzőt, illetve fel van festve, ki vannak rakva ilyen zászlók. Semmi amúgy ilyen zavargás, vagy ilyesmit nem érzek,
hogy nem lehet tapasztalni, viszont ugye az embereken meg biztos, hogy benne van valahogy. Megmondtam, ennyit mesélek erről. Találtunk egy nagyon jó kis helyet, Y Generation, vagy Y Urban? Urban. Y Urban, be fogom linkelni, de azt mondták, hogy kocincsunk. Szerintem kocincsunk. Csin csin, szalut. Jó a szangria. De nem az a legdurvább, hanem ez a kilátás. Csinálok ebből egy kis. Tudjátok mit? You ain't ready for today, then you'll never be. Let me take you to a place that you never seen, place that you never been. Age is our enemy, guarantee your heart won't break, it will never bleed. Ez pedig mennyire jó felirat. A Diadalívnél vagyunk, és valamit kiszúrtak, Kata, mi az? Hát a tervező kicsit cicimániás volt, mert konfuz bió melltartó van a televéren. Popping the meds or dropping the bevs, cause now I'm thinking I would rather have a coffee instead. And I ain't gonna lie, I'm not gonna pretend. Don't be calling it a favor when it's common respect. Hú, gyerekek, valami nagyon jó helyre hoztak minket kajálni. Az a neve, hogy El Nacional, és régen egy garázs volt, és ami nagyon folyamán, hogy itt jönnek, és kiabálnak, mint mögöttem a csávó, így megy el, és amit akarunk, az pedig... Olá! És jönnek, kiabálnak, és amit szeretnénk, azt választhatunk a meleg kajákból. Nagyon jó kis tapaszok vannak, én már kinéztem halakat. Ez a red tuna, vörös tinta hal. Ügyes vagy, menni fog. Az k***a jó. Hola! Tinto de Verrano, nyárias. Szerintem vörös bort vagy ilyen valami szangriás cuccot, és én azt mondom, hogy Schweppes. Na nézzük milyen. A spanyolok nyitottak a kazincinak kb. A szimplával szemben helyett, és a csirke krokett a kedvencem, hát ez pont az. Úgyhogy nem kell ide jönni Barcelonába, Kazinci utca szimplával szemben is, de azért gyertek el az El Nacionba is, Nacionalba. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Vacsora után eljöttünk megnézni a szökőkutat. Ez az egyik legjobb dolog szerintem Barcelonába. Itt most mögöttem van talán szünet, vagy vége van, és ugye itt van a Montjuïc. Látjátok is. Ezzel a mai este zárult, még holnap reggel, mielőtt elutazunk, lesz egy kis reggeli session, ahonnan el fog köszönni, és mindent elmondok nektek annak kapcsán, hogy hogy tudjátok megnyerni az Instaxot. Most megyünk a part felé. Itt is vannak hajók. Egy kicsike hajók. Az ott mi? Állítólag ezeket ki lehet bérelni, tehát tök magánkézbe lévő hajók. Ugyanúgy, mint egy Airbnb, vagy egy hotel, kifizeted, aztán mehetsz vele. Ott csak van egy hármas ilyen kis ülőke, hogy ott be lehet chillezni. Ott egy kis bárpult, ott feljebb szerintem jacuzzi, meg így chillezni. Óriási. Mellette az meg egy kisnek tűnik. Itt a nagy hajó, kis lépcső. Ott a bár, szerintem a jacuzzi rész, fent pedig még valami elegáns dolog, és azt felett megy, tehát jó, van az a lenti rész, ezt ne nevezzük szintnek. 1, 2, 3, 4. És akkor mellette ez a kis hajó, hát ott csak egy, itt egy ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fős asztal, ott izé TRX-ezik. High life! Na és leérkeztünk a partra, minden adott, ami kell. Desperados, egy óriási törülköző, és ott a srácok pedig beachvaliznak. Egyedül, ami nincsen, az úszónadrág, meg egy kis bikini, de szexi így, Kata. Kellemes! Hello, víz!
vlog lassan a végéhez közeledik, úgyhogy beszéljünk arról, hogy te hogy tudsz nyerni egy ilyen instant gépet. Először is el kell mondanom, hogy nagyon hálás vagyok az artwork.hu-nak, ugyanis velük tudott összejönni ez az együttműködés, ahol a Fuji támogat minket 2 darab ilyen géppel. Na de hogy lehet ezt megnyerni? Menj be az artwork-be, meg fogok adni egy linket, és kölcsön tudsz kérni egy ilyen kamerát, és csak a filmet kell kifizetned, és csinálj valamit, alkoss egy olyat, amit te a barátokkal, haverokkal, vagy bármi az, hogy a filmnek az élményét meg tud kapni és át tud élni, és ezt töltsd fel Instagramra, Facebookra, bárhova, és azt a hashtaget, amit ide kiírok, illetve a leírásban van, azt használd. Ez az alap. Onnantól kezdve a következő pont, amit meg kell csinálnod, hogy van a leírásban egy link, oda el kell, hogy menjél, és azon keresztül regisztrálj be. Fontos, hogy be kell követned a csatornát, lájkolnod kell a videót, sőt, még meg is kell osztani, úgyhogy óriási social sharing van ebbe az egész dologban. De nem kell izgulnod, mert nem csak az számít, hogy ki kapja a legtöbb lájkot, vagy ki osztotta meg a legtöbbször. Ezért hoztuk létre a 2 kategóriát, és most el is mondom, hogy mi a különbség. Az egyikbe valóban arról fog szólni, hogy szavazzanak rátok, lájkolják az Instagram képet, és aki a legtöbb lájkot kapja, igazából ő fogja megnyerni az egyik gépet. Megint de! A másik része a dolognak az lesz, hogy random ki fogunk szelektálni valakit, semmilyen befolyás nincsen, csinálj te egy képet, feltöltöd, ugyanannyi esélyed van nyerni, mint bárki másnak. Úgyhogy nyugodtan osszátok meg, sőt kérlek is, hogy osszátok meg a videót, minél több emberhez jusson el, és mennyire király lehetőség, hogy be tudsz menni egy boltba, ingyen kölcsön tudsz kapni egy ilyet, csinálhatsz pár poén fotót, tehát szerintem már ezért megéri. Minden ott van a leírásban, nézzétek meg, jelentkezzetek, tehát feliratkozás, like, kommentelni is kell egy adott képnek a feltöltése, de ez mindent egy linken, egy Gleam app nevű dologba le van írva, hogy hogy kell megcsinálni. Szurkolok nektek, hajrá, hogyha bármi inspirációs kérdés van, akkor nyugodtan írjatok nekem, amúgy meg örülök, hogy találkoztunk, ha még nem vagytok, akkor amúgy is ugye fel kell iratkozni, következőben találkozunk. Remélem tetszett ez a kis Barcelona trip, és sok sikert még egyszer. Sziasztok!